Tomás Luis de Victoria 8 szólamú Ave Máriáját hallották az imént. Minden kedves hallgatónknak, nézőnknek szép online estét kívánunk a BMC-ből. Ennek a nagyszerű koncertteremnek és kulturális centrumnak a megnyitása után pár héttel Gőz László igazgató a következőt kérdezte tőlem. Akarja-e a Szent Efrém, hogy ezentúl minden karácsonya kihívásokkal teli koncert sorozatra való felkészüléssel teljen? Szokásos meggondolatlan válaszom igen volt, ugyanis rendkívül izgalmas volt a feladat. Karácsony és új év között három különböző műsorral mutassuk be a világ különösen jelentős zenei vidékeit, városait. 2013-ban Párizs, majd London, Róma, New York, Bécs, Frankó, Flandria és Weimar után mától kezdve három napig, egy-egy órára az ibériai félszigeten kóborlunk, tartsanak velünk. Jó szokásunkat, az együtt éneklést ma sem hagyjuk el, bár nem üdvözölhetjük itt önöket. Egy nagyon szép és egyszerű karácsonyi kánont énekelgetünk el latin és magyar nyelven, ha jól esik, tegyék ezt önök is a készülékek előtt. Laudemus Virginem Mater est, et Deus Filius Jesus est, sis oniat vicines, sis esses sanctificetis, et excellens önöket. Nagyon szép volt. Amikor 45 évvel ezelőtt a Zeneakadémiát elkezdtem, Victoria volt a reneszáns spanyol zeneszerző. Úgy másról nem is nagyon esett szó. Spanyolország messze van innen, kultúrája szinte exotikum a közép-európai számára, bár az ős Európai Unió, más néven a Habsburg Birodalom, révén közös uralkodóink is voltak. Szóval Victoria valóban nagy zsenie volt a 16. századnak, gyönyörű hangú énekes fiúként szolgált az ávilai székesegyházban, ahol Szent Teréz is hallhatta őt. 1564-ben II. Fülöp király támogatásával Rómába ment, ahol beiratkozott a loyolai Szent Ignác alapította Collegium Germanicumba. Ezekben az időkben valószínűleg tanította őt a szomszédvár, a Collegium Romanum zenetanára, akit úgy hívták, hogy Palestrina. És nagy mértékben befolyásolta az olasz mester stílusa. 1575-ben pappá szentelték, számos római templomban vállalt karnagyi posztot, míg nem maga Néri Szent Fülöp személyes felkérése 1578-tól Palestrinát váltva a San Girolamo della Carità zeneigazgatójává tette, ahol papi feladatokat is ellátott. 1586 körül visszaköltözött Spanyolországba, hogy csendes körülmények közt papi hivatásának szentelhesse életét. Egy év múlva kinevezik a szülőhazájába hazatelepült özvegy császárné és magyar királyné Habsburg Mária személyes káplányának. Miksa, magyar király özvegye, férje halála után a sarutlan kármelita apácák madridi kolostorába, a Descalzas Reales-be vonult vissza, lányát, Margit osztrák főhercegnőt követve, aki belépett a rendbe, és apáca lett. Victoria nem csak komponálta zárda számára, hanem papi feladatokat is ellátott, 1611. augusztus 27-én hunyt el. Victoria műveinek nagy része alapul a gregorián zenén, most egy ilyet hallhatunk tőle, a 8 szólamú Regina Célit, amely előtt be is mutatjuk a Mária Antifona egyszerű,
egyszólamú Gregorián dallamát. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit sicud dixit, alleluia, ora pro nobis Deum.
Josquin des Prés, Mille Regrets című sanszonja következik most. Hogy kerül ő ide? Talán járt Ibériában? Legjobb tudomásunk szerint nem, de a híre oda is eljutott. A spanyol uralkodók igen nagy becsben tartották a franco-flamand zenét, még külön kórusuk is volt erre, a Capella Flamenca. Ezen felül tudjuk, hogy Josquin a pápai kórus énekese is volt Rómában egy időben, s a zenét itt ismerhette meg Cristóbal de Morales, a nehéz természetű, ám de zseniális szevillai ifjú. 1535-ben, ugyanazon a napon, amikor harmadik Pál pápa megbízta Michelangelót a Sixtus kápolna falának festésével, a 35 éves Morales csatlakozott a római pápai kórushoz énekesként. A kicsit sem önbizalom hiányos komponista szerint maga a harmadik Pál választotta őt be a zenei világ elitnek számító együttesbe. Olyan élénk kozmopolita környezetben, mint Róma, Morales zenei fejlődése teljesen elkülönül az olyan ifjabb fiatal spanyol zeneszerzőktől, mint Guerrero, Vivanco, Lobo vagy Juan Navarro. Csak néhányat említve, akiknek egész karrierje a félszigeten belül zajlott. Valójában Rómában sikerült megalapozni és megszilárdítani Morales nemzetközi hírnevét. A nagy sevillai mester hatása nyomon követhető a már hallott Victoria műveiben, pedig ő fél évszázaddal volt fiatalabb, mármint Victoria. Hallgassuk most meg a Miller Regret Chansont, majd utána Moralesnek erre komponált paródia miséjéből a Kyrie eleison tételt. Nem, a paródia mise nem azt jelenti, illetve azt jelenti, hogy a szerzője konkrét részeket emel át egy mintához szolgáló műből, jelen esetben Josquinnek a Miller Regret című művéből. Úgyhogy ez a kor szintén kedvelt mise komponálási technikája volt, amikor nem egy Gregorián dallam, hanem egy másik többszólamú mű szolgált az új kompozíció alapjául. Ma ezt a szerzői jogvédő nem nagyon díjazná, de ez egy másik kor volt még. Morales azonban saját kútfőből is gyönyörű melódiákat tudott létrehozni, és azt polifonikusan felöltöztetni. Erre a misetétel után felhangzó O Sacrum Convivium kezdetű úrnapi vesperás antifona nagyon szép példa. Ezerszer bánom, hogy elhagytalak, és hátra maradt szerelmes arcod. Oly nagy a bánatom, és fájdalmas a szenvedésem, hogy napjaim hamarosan semmivé lesznek. Thank you.
Ó, szentséges lakoma, melyben Krisztust vesszük magunkhoz. Fölidézzük az ő szenvedésének emlékét, a lélek eltelik malasztal, és a jövendő dicsőség záloga adatik nékünk. Thank you.
Egészen a közelmúltig azt hitték, hogy Morales kreatív energiája visszaszorult Spanyolországba való visszatérése után, de a toledói kéziratokban 14 eddig ismeretlen mű közelmúltbeli felfedezése azt bizonyítja, hogy Spanyolországba visszatérve valójában zeneszerzői erejének teljében állt. A toledói kéziratok a pályafutása csúcsán Morales által komponált művek mellett Francisco Guerrero hat eddig ismeretlen alkotását tartalmazzák, amelyeket a tinédzser, mármint Guerrero, Moralesnél folytatott stúdiuma idején Toledóban komponáltak együtt. Ezek nem csak Guerrero legkorábbi művei, amelyek a birtokunkban vannak, hanem mentora Morales összetéveszthetetlen kezenyomát is láthatjuk rajtuk. Guerrero Moralesnél folytatott tanulmányának jelentősége a spanyol zenetörténet szempontjából alapvető. 10 év után, amikor Morales hazatért Spanyolországba, a spanyol prímás is székegyház zenei vezetője lett. És ott hamarosan meglátogatta egy ismeretlen, de nagyon tehetséges szevélyei tinédzser, aki a következő generáció legnagyobb zeneszerzője lett. Most Guerrero két műve következik. A 148. Zsoltár szövegére írt Motetta, dicsérjétek az Urat a mennyekben, amiben sok-sok hangszer utánzása is föltűnik. Majd ezek után a Guerrero művek zárásaként a Locque Bantur kezdetű karácsonyi evangéliumi szöveget hallják. Thank you.
A pásztorok így bíztatták egymást. Menjünk hát Betlehembe, nézzük meg a történteket, amelyeket az Úr hírül adott nekünk. El is mentek sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén, Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. Oh.
És a mai ibériai félszigeti kalandozásunk végén egy kicsit már átmenetet fogunk képezni az utolsó énekkel, a holnapi és leginkább a holnap utáni koncert estének a műsorához, ugyanis most egy ensalada következik, és senki ne lepődjön meg, hogyha ez a szó rendkívül hasonlít a salátára, ugyanis ez azt jelenti spanyolul. Ez volt az egyik később igencsak népszerűvé vált vokális műfaj, amiben hasonlóan a kettővel ezelőtt hallott Guerrero műhöz, nagyon sok helyen feltűnnek majd, ahogy ezt hallani is fogják, hangszerimitációk itt, hogyha esetleg nem lenne elég hiteles, amit csinálunk, elárulom, hogy gitár imitációról van szó. Pontosabban vagy gitár, vagy vihuella, ez volt az a hangszer, amiből aztán a gitár kifejlődött. A szerző, akitől ezt a saláta művet, az ensaládát hallani fogják, Mateo Flecha, akitől egyébként már korábbi évadokban is énekeltünk, ő méghozzá az idősebb Mateo Flecha, ugyanis neki az unokaöccse is zeneszerző volt, és egyébként ezeket az ensaládákat ő adta ki 1581-ben Prágában. De miért is hívják ensaládának? Nos, ez amiatt lehetséges, mert különböző műfajok, különböző zenei anyagok találkoznak benne. Egyrésztről megtalálható a már eddig is a mai estén hallott liturgikus anyag, ami keveredik aztán a falusi embereknek a különböző szokásaival, közbeszólásaival, történeteivel, illetve világi dallamokkal, világi slágereknek a részeivel is. Alapvetően viszont természetesen ez kötődik a mostani ünnepkörhöz, ugyanis ez a La Negrina című ensalada, ez a karácsonyi történetet meséli el. Többféle nyelven fogunk benne megszólalni, tehát spanyol mellett katalán és okcitán nyelven is hallani fognak benne részleteket, ami ugye a provanszának a másik elnevezése, az okcitán nyelv. Ebből is látszik, hogy az ibériai félszigetet ma már Spanyolországként ismerjük, de hát tudjuk, hogy ez egy sok nyelvű, sok nemzetiségű, igencsak nagy ország. És három kórusra fogunk osztani, és három tulajdonképpen kommentálgatni fogják egymást a megszólaló kórusok. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottak ezen az első estén. Holnap a Volver La Vida együttessel fogjuk folytatni a kalandozásunkat az ibériai félszigeten. Mi is külön-külön is fogunk énekelni, illetve játszani, aztán lesznek közös, nagyon érdekes kompozíciók is, amit hallani fognak. Ez az ízig-bérig spanyol, némileg flamenco irány, ami várható. Úgyhogy várjuk Önöket holnap este is 7:30-kor itt a képernyők előtt. Most pedig búcsúzunk a Mateo Flecha művel. Cordero que al lobo matan un más de ver en la sed.
Thank you.
sì, mantenga vostra felice. Sabe como yo nacido y amele, un niño muy garrido. Sabe bien, vamos a dar su nacimiento. Dios pese preciado está. Sabe bien.